A várakozások szerint augusztus elejétől fogadhatja a fürdőzőket a Palicsi Aquapark, és a tervek szerint hamarosan megkezdik a Palics szimbólumának számító víztorony teljes felújítását is, mondta Pásztor István. A Palics Park Kft. Igazgatóbizottságának elnöke Hussein Mémic szerb idegenforgalmi minisztert látta vendégül, akivel megismertette Palics turisztikai lehetőségeit. Folytatódik a szerb nemzetiségű személyek letartóztatása Észak-Koszovóban. Koszovszka Mitrovicában ma egy fodrászhatot vett körben 8 páncélozott jármű, ahol őrizetbe vettek egy személyt. Emiatt szirénáktól volt hangos a település, az ott élő szerbek ismét nyugtalanságuknak adtak hangot és az utcára vonultak. A jövő hét végén megkezdődhet az aratás Vajdaságban, mondta Damir Varga a Gabona napokon, amelyet a nagyfény közelében elterülő mintaparcellákon rendeztek meg. A Szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat igazgatója kiemelte, a tavalyhoz képest jelentősen nagyobb hozamokra számíthatnak a gazdák, árpából és búzából is átlagosan mintegy 6,5 tonnára van kilátás hektáronként. A Nikola Jokic-tyal felálló Denver Nuggets nyerte az NBA-t. A zombori játékos végig remekül játszott, így csapata hazai pályán 94-89-re győzött a Miami Heat ellen az Észak-Amerikai Profi Kosárlabda Liga nagydöntőjének 5. mérkőzésén. A döntő legértékesebb játékosának járó Bill Russell trófeát is a Denver Nuggets zombori játékosának ítélték oda.